Balatonszemesen vagyunk, a mögöttem lévő telken korábban egy kemping üzemelt, azonban most egy hatalmas gödör fogadja a nyaralókat. A Balatontól 10 méterre lévő telken egy giga lakópark épül, ami miatt kivágtak 50 fát. A különösen értékes terület korábban a Balatoni Hajózási ZRT kezében volt. A Covid gazdasági hatásaira hivatkozva, azonban számos kikötővel együtt megvált az ingatlantól. A Bahartnál azután született meg ez a hirtelen döntés, miután a Rogán Antal vezette állami hivatal, a Magyar Turisztika Ügynökség többségi tulajdon szerzett a vállalatban. Az ingatlan 1 milliárd forintért cserélt gazdát. A közel 15 ezer négyzetméteres telek négyzetméterára 68 ezer forint volt. A kempinget az egyik Big George ingatlanfejlesztő ingatlanbefektetési alap vásárolta meg, ami a 35. leggazdagabb magyarhoz, Nagy György Tiborhoz köthető. Ez egy nagyon-nagyon jó kemping volt, nem csak sátras, sőt, ez kifejezetten ilyen lakókocsis vonal volt, tele volt fával, ez egy nagyon szép zöld rész volt, hát most meg lehet nézni, hogy mi lett belőle. A telken 153 lakás épül. A lakásokhoz balatoni örök panoráma és kültéri medence jár. Van, amelyikhez szauna és jacuzzi is. Korábban itt egy kempingezés kijött 5000 forintból naponta, most már milliókba kerül a belépő az exkluzív lakóparkba. Egy négyszobás, 90 négyzetméteres lakás 232 millió forintba kerül. A lakópark közvetlenül a kikötő mellett épül, folytatja a korábbi évek fejlesztési irányát, ami a 2000 fős település családias hangulatát vágja haza. Az építkezés közvetlen közelében van a Titanicnak nevezett monstrum, a szomszédos telken pedig szintén egy lakópark épül. Itt korábban kemping volt, ezen a részen azonban nem lehet megközelíteni a Balatonpartot. A hatalmas gödröt a mélygaráshoz ássák, amihez még előzetes környezeti hatástanulmány sem kellett. A beruházáshoz eredetileg 129 darab parkolóállást terveztek, ezt 20 darab parkolóhelye bővítették ki. Ehhez persze át kellett írni a helyi építési szabályzatot, de az önkormányzat ebben segített. Rengeteg földet kellett elszállítani a területről, ezért az önkormányzat kötött egy megállapodást az ingatlanfejlesztővel, hogy a zavaró hatásokat amennyire csak lehet mérsékeljék. Ebből kiderül, hogy összesen 4000 fuvart zúdítanak a falu központjára. Amikor megindult a szezon, elindult a teherautó áradat. Hát egy az, hogy a forgalmat rettenetesen zavarja, a másik az, hogy én nem tudom, hogy előírásokat vajon be kellene nekik tartani, mert onnét teherautó földdel megpakolva nem jött ki úgy, hogy le van takarva. Ahogy megindult, húzta lefelé a port, ott itt nem lehet élni. Én nem tudom, hogy mindent megtehetnek-e, úgy látszik, hogy megtehetik. A gödör ásása közben valamit nagyon benéztek, ugyanis beomlott a gyalogosok által használt járda. Azután kirakták a feliratot, hogy átjárás csak saját felelősségre, azóta egyébként helyrehozták a problémát. A beruházó 8600 négyzetmétert kikotor a mederben, hogy legyen víz is, ugyanis olyan sekély itt a Balaton, hogy nem lehetne benne fürdeni. Az önkormányzat és a beruházó között létrejött egy szerződés. A beruházó kialakíthat ezen a területen egy privát strandot, egy 150 négyzetméteres téggel, amiért 3,3 millió forintot fizet 100 évre. Nagy György Tibor a következő képen magyarázta a kialakult helyzetet. A strandal együtt vették meg a telket, de szívességből azt átadták az önkormányzatnak, hogy ott egy mindenki számára nyitott sétány jöhessen létre. A megállapodás szerint a strand tulajdonjogát visszaadták volna a beruházónak, de ezt már a jogszabályok nem engedték. Erről további részleteket a cikkben találtok. Szerettük volna megtudni az önkormányzat verzióját is, de nem kaptunk választ a kérdéseinkre. Lázár minisztériumából ez így megfogalmazódott, akkor így tényleg történjen is valami. A Balaton törvény értékrendje ezzel szembe megy, de valahogy mégis sikerül ezeket a csodás dolgokat megépíteni. Ha tetszett a videó, iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és támogasd az átlátszót egyszeri vagy rendszeres adománnyal.